Jó reggelt kívánok 2023. augusztus 2-án, szerdán. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr, Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ma reggel is felkelhetünk, hogy nem vagyunk betegek, hogy van mit ennünk, innunk, ruházkodnunk, hogy békében élhetünk, hogy olyan hétköznapjaink lehetnek, amelyben megtalálhatjuk a célt és az értelmet, és köszönjük Istenünk, hogy mindehhez adsz erőt, hogy el tudjuk végezni azt, amit te ránk bíztál. Add, Urunk, hogy meglássuk a fontossági sorrendet, és ebben mindig te légy az első helyen. Add, hogy tudjuk jól szeretni azokat, akiket ránk bíztál, és segíts nekünk abban, Istenünk, hogy ne csak meghalljuk a te ígédet, hanem meg is tudjuk cselekedni. Így kérünk, hogy légy velünk most is, Szent Lélek Isten, légy közöttünk, kérünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszt olvasom, Jakab leveléből az első részben a 19. verstől a 27. versel bezárólag ezt olvassuk. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságokban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, Jakab azzal kezdi, hogy tanuljátok meg. Nem feltétlenül szeretünk tanulni. Egy régi tanárom mindig is azt mondta, hogy nála nem kell tanulni, csak tudni kell. A tudás viszont leggyakrabban tanulással sajátítható el. Vajon képes vagy-e még tanulni ezen a mai napon is? Nem abban az értelemben, mint ahogyan az iskolában mondják, hanem mint az élet iskolájában. Igenis, hozzátartozik az életünkhöz a tanulás. A kérdés az, hogy a tudást alkalmazzuk-e? Mert itt is a legfőbb mondani valója ennek az ige szakasznak az, hogy legyünk megcselekvői is az igének. Sok minden van, amit megtanulunk, és aztán nem lesz rá szükségünk. Legyen az a két ismeretlenes egyenlet megoldó képlete, vagy valami más egyéb sok mindent lehetne mondani, amire igazából nem lesz szükségünk a mindennapi életben. Ugyanakkor ahhoz, hogy bizonyos készségeket elsajátítsunk, szükséges volt, hogy megtanuljuk azt is, amit talán gyakorlatban nem használunk. Jakab levele egy nagyon gyakorlati levél. Szinte olyan, mintha egy ige hirdetés lenne, olyan túl sokat nem is kell magyarázni rajta. De tanulni azt kell. Mit kell elsőrenden megtanulni? Gyorsnak lenni a hallásra, késedelmesnek a szólásra és a haragra. Az a baj, hogy ez leggyakrabban fordítva van az életünkbe. Ha mondanak nekünk valamit, hogy ezt vagy azt meg kellene csinálni, hajlamosak vagyunk későn meghallani. Ugyanakkor nagyon hamar fel tudnak ingerelni, képesek vagyunk megharagudni. És azt mondja az ige, hogy ennek fordítva kell lennie. Mielőtt beszélünk, inkább gondoljuk meg kétszer is, háromszor is. Viszont legyünk gyorsak arra, hogy cselekedjük azt, ami jó, és meghalljuk, különösen is Istennek a beszédét. Azt mondja, hogy vessünk el magunktól minden tisztátalanságot és gonoszságot. Ezt hogyan lehet megtenni? Úgy, hogyha engedem, hogy Isten tisztítsa meg a gondolataimat. Az ige olvasás előtt mindig el szoktunk csendesedni. Azt kérjük, hogy hadd tudjunk kizárni minden külső tényezőt, és igazán Istenre tudjunk figyelni. Miért? Hogy meglássuk,
saját magunkat az igében. Régen olyan tükröt használtak, ami egy kisimított, fényesre csiszolt fémlap volt, mint egy tálca. Ha valaki megpróbálja egy fém tálcába megnézni magát, akkor azt fogja látni, hogy kicsit homályos, kicsit torzít az a tükör. Amikor valaki megnézte magát régen egy tükörbe, akkor hasonlóan, mint ma, megigazította a haját, vagy éppen ami szükséges volt, és aztán tovább ment a dolgára. Ugye az ige olvasás, az ige hallgatás nálunk nem ilyen. Könnyen le lehet ellenőrizni. Gondolj csak arra, hogy miről volt szó a tegnapi áhítatban. Gondolj arra, hogy vasárnap miről prédikált a lelkipásztor. Emlékszel-e még rá? Vagy csak belenéztél gyorsan, mint egy tükörbe, és tovább mentél. Meghallgattam az igét, jól esett. De vajon az egész napra mit viszel belőle? Ha csak egy mondat, ha csak egy szó, már az is valami. Ami ott van a szívedben, amit tudsz forgatni, ami eszedbe jut. Hogy mit vár Isten ma tőlem? Amikor leírja ezt Jakab, akkor azt is elmondja, hogy ki a boldog. Mert szeretne mindenki boldog lenni, de ennek feltétele van. Így olvassuk. Aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója. Azt boldoggá teszi cselekedete. Ma legyen valami, amit kitűzöl célul az ige alapján. Nevezetesen, hogy tevékeny megvalósítója leszel. És akkor boldoggá tesz a cselekedeted. Mi az igazi kegyesség? Mi az, amit vár tőlünk ez alapján, az ige alapján? Azt olvassuk, hogy a tiszta és szeplőtlen kegyesség Isten előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket, és tisztán megőrizni magát az embernek a világtól. Tehát meglátogatni azokat, akik egyedül vannak, ugyanakkor tisztának megmaradni. Ez a mai feladat. Ha boldog akarsz lenni, tégy így, hogy ne csak hallgatója legyél az igének, hanem megvalósítója is. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, olyan sokszor megszólítottál már bennünket. Naponta elkészíted az igét, naponta megmutatod a szeretetedet, de ha őszinték akarunk lenni, azt kell mondani, hogy gyakran fordul elő, hogy csak tovább megyünk. Hogy nem, hogy olyan mély nyomod bennünk, hogy az egész napra meghatározó legyen. Bocsáss meg, Urunk, amikor a világ gondja és nyomorúsága megfojtja az igének a magvait, és ezért nem tudunk jó gyümölcsöt teremni. Te segíts nekünk abba, hogy mélyen a szívünk hústábláira tudjuk felírni azt, amit Te üzentél nekünk. Köszönjük, amikor viszont sikerül megvalósítani. Amikor az szerint tudunk élni, amit Te vársz tőlünk. Tudjuk, hogy ez nem a saját akaratunkból lehetséges, mert az kevés, de a Te vezetéseddel, a Te erőddel minden lehetséges annak, aki hisz. Áld meg, kérünk így ezt a mai napunkat is. Te vigyázz mindannyiunkra. Te add, hogy akik még nem ismernek Téged igazán, megtérjenek és új életet nyerjenek. Segíts mindannyiunkat a megszentelődésre. Urunk, ha jónak látod, Te adj gyógyulást azoknak, akik betegek, akár testi, akár lelki betegségben vannak. Kérünk, Istenünk, Te adj vigasztalást a gyászolóknak, különösen is állj az özvegyek és az árvák mellé, és add, hogy felismerjük, amikor nekünk kell ezt megtennünk. Kérünk, Istenünk, hogy Te szüntesd meg minél előbb a háborút, és a mai napon is hadd tudjunk a Te szent lelked vezetésével járni. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldott napot mindenkinek.